hirdetésre jöttem. Hey! 2009-ben még egy hirdetés érkezett, azóta Magyarország egyik pop hercegnője lett, Barbie. Szia-szia! Szia, üdvözlöm a nézőket! Hogy lett egyébként Barbie a neved? Ugye te Adrián vagy, ez mindig is kérdés volt nekem. Igen, és ezt sokszor fel is tették már nekem. Hát igazából a szőkehajamból fakad ez a név. Ugye én körülbelül ilyen 16 éves koromban ilyen platina szőkére festettem a hajamat, és amikor megláttak az osztálytársaim, akkor így egyből így az ugrott be nekik, hogy úristen, úgy nézel ki, mint egy Barbie. És onnantól kezdve ez a név rám ragadt, és amikor engem az akkori menedzserem, a Bognár Tibi felfedezett az interneten, akkor ő már Barbie-ként talált meg. Tehát az volt az én nicknevem az akkori közösségi oldalakon, és hát ő neki meggyőződése volt, hogy ez is valójában a nevem, aztán közben kiderült, hogy persze Adri vagyok valójában, de ez már annyira neki is így berögzült, hogy ez maradt a művésznév. Hát ez nagyon sokszor kérdés volt, hogy ezzel mit kezdjünk, hogy megváltoztassam, és egy kicsit, mert ugye nyilván a zeném is változott az évek során, és nem mondom, hogy nem gondoltam rá, hogy Adriként folytatom, de igazából az volt bennem, hogy mindenki Barbie-ként ismer, és hogyha én most hirtelen Adriként kijövök egy új dallal, akkor fogalma nem lenne az embereknek, hogy egyrészt ez micsoda, meg miért van, stb. És ezért inkább maradtam a Barbie-nál. Ha valami szépnek indult, miért rontottad el? De mit se bánom én már, légy akárkivel, soha vissza, így a tiszta, szóval szimplán kocolj le. Ugye most jelent meg vadjantúl klipjét, tavaly pedig Burai Krisztiánnal. Hogyan jött ez a visszatérés, mert egy időben eltűntél a köztudatból? Hát ez úgy jött, hogy igen, én azért hagytam abba a zenélést, illetve abba akartam hagyni, mert egy kicsit így besokaltam egyrészt, másrészt ilyen ihlettelenek voltunk az akkori menedzsmentemmel, és úgy döntöttünk, hogy akkor ennek így véget szakítunk. És akkor én elkezdtem civil munkákat vállalni, tehát ilyen teljesen hétköznapi életet élni, és úgy voltam vele, hogy ha majd úgy hozza a sors, akkor esetleg folytatom. És hát így hoztam, mert egyébként nagyon hiányzott a dolog, és egyébként nem tudtam tőle elszakadni teljes mértékben, mert egyébként elvállaltam mondjuk ilyen jótékonysági fellépéseket, tehát hogy mindig jött valami az életembe, amiért így ezt úgy éreztem, hogy folytatni kell. És hát ennyi volt, tehát hogy aztán ahogy így hozta magával így a fellépések, meg az ismerettségek, és akkor egyszer csak megismertem a Burai Krisztiánt, és ő mutatott nekem egy olyan irányvonalat, amiben úgy megtaláltam önmagam, és akkor mondtam, hogy én ezt intenzíven folytatni szeretném. Baby, hidd el, semmi vész, nincs elveszve az egész, csak már a gyomra mentél, ezért levesbe mész. Köszön magadnak, hogy egyedül maradtál, és te leszel, aki a magánnyal szembenéz. Mitől sokkoltál be? Hát nekem ez a szelepkedés volt, ami nagyon így, hát most nem azt mondom, hogy az agyamra ment, mert nem voltam az a hű, de nagyon foglalkoztatott szelep, de azért valljuk be, volt egy-két műsor, például reggeli műsorokban nagyon sokat jártam, ahol nem a zenei dolgokról kellett beszélnem, hanem mondjuk arról, hogy mit szólt ahhoz anyukám, hogy elveszítettem a szüzességem, vagy ilyen hülyeségek, tudod, és akkor ez nem ilyen zenei vonatkozású volt, meg igazából az, hogy én a celebvilágban sem nagyon tudtam barátokra lelni, mert hogy nagyon sokaknál azt éreztem, hogy kicsit ilyen felszínes a kapcsolat, vagy hogy a szememben mosolyog, de mondjuk a hátam mögött kibeszél, és ugye ezek annyira nem tetszettek. Úgyhogy ezt a részét szerettem volna levetkőzni. Most, hogy visszatértél Barbie-ként ismét, hogy most is vannak ilyenek, vagy most már tudatosabban ezeket a műsorokat elkerülöd, ezeket a celebeket elkerülöd, akikben csalódtál? Figyelj, nem mondom azt, hogy nem, most, hogyha jön egy lehetőség, ami olyan, ami esetleg hozzátenne az én karrieremhez is, és csak azért, mert mondjuk celebek szerepelnek benne, nem mondanék rá nemet feltétlenül, viszont... Tehát, meg nyilván tehát a zenéhez kell az, hogy promotáljuk bizonyos felületeken, tehát hogy azért, de azért most már úgy mérlegelek, hogyha tehát nem szeretnék mindent, ami az utamba kerül elvállalni. Nem vágom, hogy minek ez a botrány, tudom jól, hogy csajozol az Instán. Csapatás, kamuzás, lebukás minden éjszakán. Mégis egyszer visszakapod, amit adtál. Lehetek én átok, vagy egy áldás. Ez az ár, ami jár, de te már többé rám ne várj. Na
deeply. Az új dalhoz, a Véget érhez forgattunk egy kicsit pikánsabb videóklipet, ami igazából benne volt a pakliban, hogy nyilvánvalóan nem fogják az emberek teljes mértékben ezt tolerálni, mert hogy én azt veszem észre, hogy itthon Magyarországon még kicsit konzervatívabbak az emberek, mint mondjuk külföldön. Nem titok, hogy most ez a reggaeton műfaj, ez külföldön sokkal nyitottabb, tehát hogy azért, hát én most a napokban láttam olyan videóklippeket is, ahol éppen csak a cicijét takarta valami az énekes hölgynek, és kint imádják, viszont itthon szerintem ez már olyan szinten kiverni a biztosítékot, hogy nyomda festéket nem tűr, úgyhogy én számítottam rá, hogy lesznek ilyen jellegű negatív kommentek, de azt gondolom, hogy ez belefér, és egyáltalán nem bánt, azért szerettem volna reagálni, tehát készítettem egy reakció videót a YouTube csatornámon erre, mert hogy soha nem volt rá alkalmam. Mert ugye mindig minket, tehát megtalálnak a YouTube-on, megtalálják a dalokat, klippeket, és akkor boldog-boldogtalan, ami eszébe jut alá kommentál, de igazából ész nélkül, tehát az nem jut eszükbe, hogy ez a másiknak hogy esik. Na hát én meg most úgy gondoltam, hogy erre szépen reagálok. Egyszer minden véget ér, de már egy könycseppet sem ér. Hosszút állok mindenért, mindenért. Rossz emberbe szerettél, egy Excel többet szereztél. Hosszút állok mindezért, mindezért. És hát a dalszöveg az meg miről, vagy inkább kiről szól? Hát igen, ezt sokan megkérdezték tőlem, sőt volt, aki rám írt, hogy úristen, szakítottál a barátoddal? Tehát, mondom, nem szakítottam, boldog párkapcsolatban élek. Annyi volt az egész, hogy ugye amikor a Burai Krisztiánnal dolgoztam, akkor ő írta a dalszöveget, és ugye az is egy szakítós dal volt, viszont én ott ténylegesen egy szakítás után voltam, és ténylegesen arról a szakításról szólt, de azt ő írta. És úgy bennem nem volt meg az az érzés, hogy amikor tudod, leülsz, és akkor kiírod magadból az érzéseidet, te saját magad, és akkor hú, de megkönnyebb ősz utána. Egyszer minden véget ér, de már egy könycseppet sem ér. Párad mit szólt egyébként ez a kliphez, hogy ugye ott két csaj ott melletted még van, még nem pasi. De lehet, hogy lesz egy pasikkal teli klipje. Figyelj, ő örült neki a legjobban. Tehát, hogy ő abszolút támogatja ezt a vonalat. De egyébként ő tényleg nagyon szerencsés vagyok vele kapcsolatban, mert ő egyébként ugyanolyan nyitott gondolkodású, mint én, és úgy végre megtaláltam azt az embert, aki olyan zenei beállítottságú, és aki támogatja igazából az én álmaimat, tök mindegy, hogy mennyire merész. Igazából ő teljes mértékben így ott áll mögöttem, úgyhogy, de ennek a klipnek kifejezetten örült. És mi lesz a következő munkád? Mikor vált a következő klip? Featuring valakivel? Vannak a fejemben feat-ek is, tehát hogy mindenképpen szeretnék, de még nem fogalmazódott meg, hogy a következő is egy szóló, vagy pedig valakivel egy közreműködés legyen. Én mindkettőt szeretnék, az is lehet, hogy mindkettővel kijövök, de szeretnék minél hamarabb, tehát egy pár hónapon belül is, és tényleg aktívan csinálni ezt a dolgot. Kivel lehet feat? Mondjuk Opic Barbie, hogyha már Barbie, azt megnéznénk. Igen, azt én is megnézném. Igazából a mostani előadókkal szinte bárkivel nagyon szívesen csinálnék, tehát hogy tényleg ugyanígy a Barbie, vagy a Dérheni, vagy például azt láttam, hogy például a Tolvaj Reninél voltak hasonlóak a kommentek, illetve a reakciók az új klipjére, és egyébként meg is voltam döbbenve, hogy ő tényleg annyira amerikai, és annyira új, és nagyon-nagyon jó dolgot csinál, és mégis annyira negatívak a kommentek nála, és gondoltam rá, hogy mondom, milyen lenne már, hogyha Renivel lenne egy közös klipünk, közös dalunk, hogy ott szétrobban az internet szerintem. Te vagy az